meg a másik ilyet nem. Na hát kérem szépen, valaki azt mondta nekem, Döbrentei Ildikó, talán mond ez valakinek valamit, Levente Péter felesége, egy nagyon jó kis írónő, és ő Budapesten is volt egy könyvbemutatón hasonló, mint itt, és ő vezette le, és mondta, hogy neki ez a kép annyira megtetszett, mert hát jó magas homlokom van, ugye már, homlokomtól fölfelé még most is rendben van minden, csak lefele. Tehát, hogy azt, hogy ez a nyílt tekintet, ez neki nagyon tetszett, hát azt hiszem, hogy ezt elemlök a legbüszkébb, és akkor itt van kérem a magyarázat arra, amit mondtam, hogy a könyvnek mi is a címadója. Hát kérem szépen, amit látják, sajnos elárulja az aláírás, pedig megkérdeztem az itt lévő irodalmárokat, mert gondolom, hogy a népbelő kultúrosok talán tudják, de nem biztos, mert még nem találkoztam. Egyetlen emberrel találkoztam, Debreceni Tiborral. Egyetlen emberrel találkoztam, aki megmondta, hogy Petőfi írta. Senki más, pedig irodalmárokat, irodalomtanárokat, kultúrosokat kérdeztem, nem találta ki, mert olyanokat mondtak, hogy a nyugat költőiből valaki. Hiszen olvassák csak el. Még mi ott ültünk, apáink térdén, s már ma holnap ott nyugszunk, nagyapáink mellett. Csak annyi az élet, mint futó felhőnek árnya a vizen, mint tükrön a lehellet. Úgy szárt el ez a 50 év is, kedves barátaim, és hát ez a névadója a könyvnek, ez a idézet. Mellesleg Jóska kedvenc költője Petőfi, én hezitálok Petőfi arany, József Attila között, ez a három nagyon kedves, de azon kívül még van egy sor, nagyon szeretek, és bizonyára fogok is idézni, hogy ezt Erzsike mondta, előadás, vagy a beszélgetés, mert jó lenne, a beszélgetés lenne közben. Édesapám, édesanyám, azt hiszem látszik, hogy édesapámra hasonlítok egy kicsit. Fiúnak is vártak, na hát aztán olyan is voltam, madrágos, én hordom a madrágot. Verekedős. Tessék? Verekedős, bicskás. Mindig volt velem bicska. Kaptam érte intőt az iskolában. De nem vettek komolyan az osztályfőnökön, mert tudta, hogy én biztos, hogy soha semmi rosszat nem csinálok. Csak ha én velem akarnak valami rosszat. Ami nem volt olyan kizárt dolog, mert én egy bányavárosban nőttem föl, gyerekek. Ne jöttünk oda, Fekete Gyémántok nevű halhatatlan kocsma, ahol minden két hétben, amikor a bányászok megkapták a kéthetes fizetést, mindig volt egy-két bicskázás. Itt töltöttem életem első hónapjai, gyönyörű kastély, mi? Ugye? Hát nem azért, mert én ilyen úri sarjadék lennék. Ezt kérdezi, a Körös Gégényi kastély, ahova édesapám intézőnek lett téve, miután megkaptuk vissza Erdélyt. Ő volt ott az intéző, és hát ott születtem én Nagyváradon, és akkor itt voltam pici gyermek egy gyönyörű parkban, egy patak csordogát, mellette egy lepedő letéve, azon én felségem, egy kutya és egy macska társaságában, nincs is allergiám. Hát amit látják, Tatabányára kerültünk el, aztán ott kapott édesapám a Nemzeti Banknál igazgatói állást. Ha-ha-ha, igazgató volt, egy személyben, ő volt minden. Igazgatta azt egy fiókot, amiből a pénzt fizett a bányászoknak. Na de ez elég lett ahhoz, hogy aztán utána az 50-es években hát B-listás legyek, mert hát ugye bankigazgató volt az édesapám, hát senki egy hivatalnok volt szegényként. Itt laktunk ebben a kopottas házban, és amit látják, ez az első áldozói képen, hát akkor sem fátyolós, stb. Ma olyan divat, ugye? Esküvő, első áldozás, mutatóminek, már ma már talán nem annyira, de sokáig az volt a kislányoknál is. Hát én édesámi masnit kötött a hajamba, aztán ennyi volt a nagy koszorú. Viszont komolyan vettem a vallást. Az iskola a templom mellett volt, úgy, mint itt a Piroska városban, meg hát itt is tulajdonképpen, hát a filmiskola, ugye, ott van a nagy templom mellett, és az az igazság, hogy én minden nap, amikor arra mentem, kicsit komolyan hamarabb odaértem, bementem a templomba, és gondolják el, kedves barátaim, 45 után vagyunk, egy sváb település, Felső Gallát, tudják, hogy Felső Gallán tűz van ki, közben hollári, hollári, hó, jó svárom, sváb legény, nyomja a spriclit, hollári, hollári, hó.
Húztad egy nyomtad, de nem szólt a spricni, hollári, hollári, hó. Jött a spricni, az egy nagy krumpli, hollári, hollári, hó. Csufoltuk mi a svábokat. Ugye? De a sváboknak nagyon sok halottjuk volt a világháborúban. És minden nap, mikor bementem a templomba, jászmise volt, csak mondjuk úgy csinálták, mert akkor még nem az volt, hogy jaj, de örülünk, hogy Mennyországba került, hanem szomorúak voltunk, hogy elment tőlünk egy szeretett családtagunk, és égtek mellett a nagy kandeláberek, és sejtelmesen lobogtak a lángok, és kántor nyomatta, hogy ments meg engem, uram, az örök haláltól. Hú, az ember összerettegett, és én mégis minden nap bejöttem, mert érdekelt, hogy tényleg, az ember most gyerek, de hát egyszer csak fölnő és meghal, és akkor mi van? Mi van utána? Úgyhogy ezért én komolyan vettem a vallást, a mai napig tartom, és azt tudom, hogy tanácsolni mindenkinek. De ne haragudj már, egy nagyon szép a Bartók Pál, igen? Ember mondta, ezt felolvasom. Igen. Ő mondta, a vallás olyan, mint a mankó. Nélkülönek nem tudnánk végig menni az utunkon, felállni elmunkásainkból. Boldog, akinek erre nincs szüksége, és mégis ember tud maradni. De ezt ő mondta. Ez igen, a Bartók Pali bácsi, nekem nagyon jó barátom volt, Bartók rokonság is volt, szögről végül az angol királyi családnak egy valamilyen távoli leszármazottját vette feleségül, jó bélistás volt, ő is nagyon okos ember volt, de amit látják, így viszont ez a kérdés, ez nagyon szeretett inni, imádta a nőket, és mondtam még Pali bácsi, maga beszélek a valláshoz, azt mondja, hát fiam, hát azért kell, hogy utána, amikor elbuktunk, fel tudjak állni. Ezek itt kéne szépen a patronás barátnőim, egyik közülük a kis csutka hajával, ott a hinta mellett. Dr. Kopp Mária nemrég eltávozott, híres neves orvos. Nagyon jó barátok maradtunk mind a mai napig. Ez az érettségi tanulóképem, amit látják. Természetesen én búcsúztattam a nédikeseket, meg én mondtam a nédikeseket a búcsúzást, mert mindig nagy szomorúak voltak. Hát itt már összeházasodtunk Bodos Jóskával, látnivaló, hogy akkor még nem volt szakálla és lényegesen vékonyabb volt, bár ő azért jobban tartotta alakját, mint én. Kérem szépen, ez a 60-as évek közepén a Mária dűlőbe van, Mária úton. Bakó dűlőbe. Mária úton oda megyünk, és a Bakó dűlőbe. Csak mindig azt mondtad, hogy a Mária úton megyünk. Bakó dűlőbe volt ez a kis tanya, a Bakó tanyával szembe. Itt volt nagyanyúnak a szőlője. Majd, ha az idő még engedi, és kitérhetünk rá, akkor erre a szakaszra majd visszatérek.